Sziasztok! A mai napra hoztam 2 darab Super Blackjacket, viszont van egy lottólázam is. Ezt már nem fogjátok megkapni, megtalálni a lottózóban, illetve hát még lehet kapni, de ugye megszüntették. De ahogy mondtam is nektek az előző videókban, hogy már nem lehet majd kapni. De azért itt ott van, tehát még dohányboltban, illetve újságárusban még megtalálhatjátok, de van, hogy felvásárolták az emberek. Én is felvásároltam, nem csak egy lottólázam van. Van még, amit még nem kapartam le. Viszont van itt 2 darabom. Elég szép, szépen bejött ez nekem tegnap. És meg is lepődtem. Amikor felkeltem, akkor néztem meg a Tipmix radaron. És mind a kettőni fehér, tehát zölden mutatta, hogy teljesen jó. Egyetlen hiba nem volt benne. Ugye ez 14 esemény, annyit raktam bele. 840-nel játszottam, és ezt a 8050-et is megnyertem. De ez nagyon szép volt, viszont nagyon sok egyest rakok bele. Általában ezek teniszek, tollasok, viszont itt ez egy liga volt, ebben biztos vagyok. Szerintem egy liga volt, mert általában ligát rakok bele, illetve bajnokságot. Ott már a döntetlen kevésbé ritka. Lehet látni, hogy sok, tehát pont csak a jót rakom bele, és már csak az a feladatuk, hogy tényleg megcsinálják. A másik nyereményem pedig ő lett volna. Úgyhogy ez is szép volt. 15 esemény. És ez is tele egyesekkel, tehát. Mondjuk mai nap is így csináltam, hogy csak 20-as raktam, az a 40. Az a 40 az is valami liga és bajnokság, mert én, hogyha tutira megyek, akkor nem rakok egy 1,50-et, nem nagyon szoktam, nem ismerem. Csak hogyha 2 dolgot teszek meg, 2 focit mondjuk akkor. Na, beszaporítsuk a szót tovább. De azért örülök neki nagyon, és a videóimat is ezekből az összegekből fogom visszaforgatni. Úgyhogy ez már maga a játékpénzből való visszaforgatás, nem pedig a fizetésemből való kapírnyászás. Úgyhogy szerintem kezdjünk a Super Blackjack-kel. Ez egy 062-es sorozat számú. Nem figyeltem most a számokat. Egy teljes pakkot bontottak ki előtte, mondom, add csak ide. Úgyhogy szerencse kérdése is szerintem. Első asztalon egy 17-es. Újak miatt mondom, hogy nagyobbat kell találnunk, ami körülötte van. Hát az nekünk nem jó, megyünk tovább. Ez a tipmixes, ha bementek a lottózóba, ezek a tollak nagyon folynak. Ott lehet ingyen használni tollakat, de most már saját tollat fogok vinni. Nagyon folynak. Utolsó előtti. Na, csak találunk valamit. Hát a 20-as az jó nagy. Utolsó asztal. Na most érmét váltunk. Legyen egy 20 forintos, hát ha. Nem mindig azon múlik. 11. Ó. Na. Kicsit szomorú lettem volna. Egyébként nekem mondom, tehát a tipmix az, ami jó. Tehát vagy szerencse. Tehát az egész napból kinézem a 20-asokat, 1,20-as, meg az 1-eseket. Most én így csinálom. Nem mindig rakok azért 10-et se, 15-öt, ahogy tegnapi nap folyamán. Csak most valahogy így éreztem tegnap. Na nézzük a nyereményt. 500 forint. Nézzük a bónuszjátékot, itt 21 kell, hogy kijöjjön. Kevés a 21-hez, úgyhogy ez így 500 forint. Most se baj, ennek is örülünk.
És nézzük a 0-20-ast, utána pedig a kicsi blackjacket, és lehet, hogy majd a lottólázat is. Gyorsan megnézzük. Tehát 0-20-as sorozatszámú. Hát, első asztalnál nem adta magát. 19, hú, de jó nagy. Ezt benézem, hogy mit láttok. 10-es, de 21-es adhatná be magát. Hát persze, hogy nem. Utolsó asztal. Szeretek egy teljes pakba belenyúlni, de hát... Most tényleg nem a számokra mentem. Hát, és már csak a bónusz maradt hátra. De izgalmas. Izgalmas. Tehát izgalmasnak izgalmas, de 17. Na, na, már nem kell sok. Egy 4-es kéne. Egy 4-es kéne. És ez egy 2-es. Úgyhogy sajnos ez nem jött össze. Viszont megnézzük a kicsi blackjack-eket. Ezt fölrakom. Majdnem 10 darab lett, de ez is úgy volt, hogy csak így belenyúltam. Aztán jó, a közepébe belenyúltam. Azt mondom, lesz, ami lesz. No, akkor kezdjük. Nem is lett volna baj, ha 10 darab, mert nem. A nagy kedvencem az tényleg az Astro. Hát, Super Blackjack, igen. Nem mindig nyerek vele. Super Bankó, az abból még hozok mindenféleképpen. Tegnap egy 1000-es csíptem el. Úgyhogy. De leginkább a Tipmix-el nyerek. 19. Oho, ez nagy. Az nekünk nem jó. A bónusz még beadhatja, és nem. Mert ez kevés. Ez kevés a 21-hez. Ez is egy pakból van. 14. Ott egy betű. Igen, és ahogy a betűnél láttam, mindig máshol helyezik el a betűket egyébként. 068-as, ugye a sorozatszám lehet látni. A betűt látok, ugye az nem más, mint 300 forint. Az újak miatt elmondom, hogy itt kaparjátok le itt a kódnál, és akkor úgy tudják kifizetni. Egyébként a kicsi blackjack ára 300 forint. Tehát nagyon megéri, hogyha egyet vesztek, és olyanba nyújtok bele, akkor lehet, hogy lesz benne egy 1000-es. Sőt, 10-eset azért már többször elkaptam, hát úgy négyszer. Úgyhogy ez megy a nyertesek közé. 0-66-os. Ó! Majdnem. Amikor a felső játékban nem nyertek, akkor még a bónuszban nyerhettek. És nem. De lehet ellenőrizni is, mert nem egyformák a betűk, nem egyeznek. Na nézzük. 76-os, és egy 64-es jön. 13. Nana, nana. Hát azért nana. Hát egy 1000-esnek örülnék, egy 500-asnak. Mai nap is tettem tipmixet, az 2 darab szelvény, és csak 6-ot raktam bele, úgyhogy de mindben van 1-es, és csak 22-es, és csak tollassok, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, neked pénzzel azért megtoltam. Most nagyon bízok abban, hogy összejön. Ez egy 500-as, szuper. Itt már felesleges a bónusz megnézni, hogyha fönt nyertek fenti játékban. Az 500 forintnál pedig B betűt fogtok találni. Megint csak a nyertesek közé rakom. Ez a lottólázban tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi van.
076, 042. 20. Tehát csak a 21 jöhet be. 15. 10. 12. Hú, hát azért még... Hát ez kicsi. Ez kicsi. Nézzük ezt a 42-est. Hát... 16, 17. Ha. Tovább. 3 darab kicsi blackjack maradt hátra. 0,72. Ott a 19-esnek örültünk volna. 13. Hát arra nincs szükségünk. Bónusz. Hát ez édes kevés. Nem jött össze. Nézzük a 74-est, nem tudom miért. Nézzük a 74-est. 18, hát ez is jó nagy. 21, mindegy, de nyertünk. És megnézzük a nyereményt, mert így már a bónusz, ugye már nem nyerhet. 300 forint. Azért mondom, hogy akárhányszor csak nyerek a tipmixem, abból fogom visszaforgatni a videókat. Aztán vagy jóban nyúl az ember, vagy nem. Kiskarácsonyt videón kívül kaparok, ezt hozzámondom, és nagyon nem tudom elcsípni. Ide a nagykarácsonynál sem csíptem el, mert a tegnapi nap vettem épp egy nagykarácsony, nem csíptem el, tehát az se nyert. Sajnos. Van egy B betű, de hát ez még a bónuszunkra se jó, mert az ezres amúgy egy L betű. Úgyhogy sajnos ez nem nyert. Viszont megnézzük a lottólázat, jó? Lottóláz egy 500-asba kerül, ha látjátok, akkor esetleg vegyetek. Lehet vele nyerni, sőt. Itt az alsó játékban már nem lehet kapni. Itt az alsó játékban ugye a Joker, 3 Joker bejön, akkor egy ezrest fogunk kapni. Itt pedig vannak a nyerő számaink, és legalább 2-t kell találnunk az 500-ashoz, de hát lehet több összeget is ezzel nyerni, sőt. Most egy 200-assal fogunk kaparni. Ott látom, hogy van egy valami más, az egy aranyrút lesz, úgyhogy megyünk tovább. Kettő, 11. Ó, fontos közbekaparok. Fontos megemlítenem nektek, hogy ahol nem embereket mutatok élő focinál, vagy tenisz, vagy mindegy, tehát ami a Tipmix oldalán van élő, ott a YouTube azért még nem szólt, hogy szerzői jogvédelem alatt áll. Hát nem is értettem volna, hogy miért szólna. Ezek közül a számok közül legalább 2-t kell találnunk minden egyes mezőben. Na, akkor nézzük mondjuk a második mezőt. Nem tudom, miért ezzel kezdem. 40-es már megvan. 65-ösünk nincsen, csak 68. 87. És 88. Első asztal. Á, hát ez az első asztal már nem. Harmadik, 11-es, na. 17, 39, 47, és 67. Meg is 68-as van. 10, 11-es kellett volna, 20, 56, 59, 82, 41, 44,
62, 64 és 68-as, de azért az egészet érdemes lekaparni. De ez minden sorsegyre érvényes. Legalább kettő egyező betűt találjatok, ha nem, akkor ott a K betű az már nem jó. Ez már nem jó. Igen, ott az U, K, U. És ott az E betű. Tehát meg is bizonyosodtunk, hogy sajnos nem nyert, de remélem a tippmixen viszont be fog jönni, mert nagyon sok egyes van benne. És ugye a többi az mind 22-es és tollas, tehát általában tényleg az bejön, és az összeg is nagyon szép, mert feltoltam. Az egyiket 1500-tel játszottam, a másikat pedig 1600-tal, nem tudom, 600-ot még, rátoltam még egy 100-ast. Úgyhogy, ja, úgyhogy jönnek a kaparós videók. Hozok azért kis karácsonyt, ha nagyon szeretnétek, de kommentbe, tehát az írjátok, hogy Superbankó, kicsi blackjack, hát hogyha következőnél már jobbakba nyúlok bele. Astro is kicsi blackjack, azt én is nagyon szeretem. Úgyhogy meg Astro párbaj már milyen rég volt, amit úgy szintén én csak úgy találtam. Mondjuk az oroszlán és a kos játszik egymással, tehát ezt csak kitaláltam, hogy Astro párbaj, ez legyen a címe. Úgyhogy írjatok mindenféleképpen, és lájkoljatok. Azzal jelzitek, hogyha szeretnétek, hogy hozzak még kaparósakat. Már pedig fogok, mert hogyha nyerek a tipmixen, akkor vissza fogom forgatni mindenféleképpen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, legyen szép napotok, és nyerjetek sokat, legyen szerencsénk. Sziasztok!